Az árokban fekszik oldalán a kamion, nem sokkal később pedig már a kerekein áll. Az árokparton azonban még jól látszanak a baleset nyomai. Az útjelző oszlop kidőlt, a kamion tarolta le. A sofőrfülke oldala behorpadt és tele van karcolásokkal. A ponyva több helyen kiszakadt, a tehergépjármű oldalán pedig csomókban lóg a fű. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért történt a baleset az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bábolna közelében. A komáromi hivatásos és az ácsi önkormányzati tűzoltók segítették a műszaki mentést, áramtanították a gépjárművet, majd egy daru segítségével talpra állították. Ketten ültek a kamionban, csak a szerencsém múlt, hogy egyikük sem sérült meg. Az autópálya érintett szakaszát azonban lezárták a műszaki mentés idejére.